Sziasztok, én Dezső Bence vagyok, és elkezdtük a legújabb videómhoz. Elnézést kérek a hangom és az arcom miatt. Eléggé rekedt a hangom, és eléggé gyűrött az arcom. Nem tudom mostanában mi van, hiába kelek fel 8 órakor, 10 órakor még mindig olyan, mintha 10 percre keltem volna ki az ágyból, és lendültem volna neki a mai napnak. Na de ezzel együtt kell élni, mi lesz a mai videóban, ez a fontos. Nem szaporítom a szót, egyből belevállok a közepébe. Van ez a FaceApp nevezetű applikáció. Ez körül pörög most mindenki, ez az új trend, ezt használja mindenki. Az appnak a neve FaceApp, mint már említettem, hát nem ragozták túl a dolgot, tehát nem mentek el begombázva a sivatagba kitalálni a nevet, az tuti. Ám bár az app név, hogyha nem is valami zsíros, meg nagyon király, az applikáció maga tök jó lett. Mit csinál az app? Az app 60 évet dob kb. Az arcodra. Tudjuk, hogy voltak már ilyen applikációk, fizetősek, ingyenesek, ott voltak a marketen, le lehetett őket tölteni, és lehetett őket használni, de ugye több-kevesebb sikerrel, mert nem voltak valami pontosak, nem volt elég fény az arcodon, elcsúsztak a dolgok, de ez az app, nem tudom, hogy hogy csinálták, olyan pontosan megcsinálja, hogyha nem is úgy fogsz kinézni 80 évesen, vagy 90 évesen, de azt mondod, hogy lehet! Nem csúsznak el a dolgok, eléggé pontosan dolgozik, hamar dolgozik, és ingyenes az applikáció. A legfrissebb hírek úgy szólnak, hogy több mint 150 millióan használták már, és hát én is közöttük voltam. Feltöltöttem tegnap a kis képemet az Instagram profilomra. Itt is van! Hát igen, 33 ezeren lájkoltátok 22 óra alatt, ezt köszönöm szépen. Ez megnyugtató, mert azt jelenti, hogy ha egy öreg szivar leszek, akkor több lájkot fogok kapni, mint most 21 évesen. Én így kötöttem össze a dolgokat. Nagyon sokan írtátok, hogy jól áll nekem, hát nem tudom, olyan, mintha 50 éve idegben lennék szerintem az arcom. A hajam azt tudja, hogy nem lesz ekkora. Rebeka már most rávilágított, és egyetértek velem, mert látom, hogy Miki Egeresedek, ott vannak a fülei a Miki Egérnek, úgyhogy a hajam az nem biztos, hogy meg fog egyébként maradni, de megvan, hogy kire hasonlítok, és hát nem feltétlen örülök. Tegnapi napon, amikor kiraktam ezt a képet, rá pár órára egy kedves nézőm küldött nekem egy képet, ami itt is van. Igen, ez Tom Hanks! Elvileg én hasonlítok rá, és tudjátok mit? Nem merek vele vitatkozni. Ezzel csak egy probléma van, inkább lennék George Clooney, mint Tom Hanks 80 évesen. És azt írtam a képem alá egyébként a leírásba, hogy csak semmi hangos zene éjszaka, az öreg Dezső Bence nyugalmat akar. És egyébként tényleg olyan fejem van a képen. Tipikusan az az öreg vagyok, aki a tömbházak között ráordibál a bicikliző gyerekekre. De még azt is odaírtam, hogy a holnapi videóban melyik videósokat nézzük meg öregem. Itt van a telefonom kijelzője, mint már megszokhattuk, megy a képernyő felvétel. És hát beraktam az első videósunkat, aki nem más, mint Rebeka. Igen, nagyon sokan kértétek a kommenti részlegben a képem alatt, hogy Rebekát idősítsük meg, öregítsük meg. Felismert az applikáció, hogy nő, de még mindig lehet szakállat rakni rá. Amit nem nagyon tudok összekötni. Ezt a képet választottam, itt mosolygós, jók a fények, stb. Lássuk, hogy hogy néz neki idősen Rebeka. Aha, aha. Figyelj! Amúgy rakott ráncokat a mellkasára, tehát így, hát nem a mellkasára, hanem itt a nyaka alatti részen alapvetően. Nem olyan rossz, nem tudok rá közelíteni. Nyilván furcsa, mert hát azért mégiscsak legalább 50-60 évet dob az arcodra az applikáció. De nézzük meg egy fiatalt, mert lehet fiatalítani. Gyerekek! Hajstílus lehet csinálni, és megőrülsz, megvadulsz, úgy rakja rád a hajstílust. Nyilván lehet pro verziót vásárolni, nem vásároltam, de rád rakja úgy a hajat, hogy az ténylegesen úgy néz ki majd, hogyha megcsináltatod szerintem. Meg is mutatom, rámegyek, itt van. Hát mondjuk, igen, alapvetően igen, olyan, mintha ráraktak volna egy bilit a fejre, és körbevágták volna így a haját, de igen. Következő videósunk, influencerünk Pusztai Olivér lenne. Lássuk, hogy hogy fog kinézni 80 évesen. Hát ugye, neki eleve férfias arca van. Nem ilyen 16 éves, 15 éves feje van, mint nekem. 21 vagyok, aki kérdezni, és nem kell leírni a komment szekcióba, hogy fiatal vagy. Ugye eleve férfias arca van, mint már említettem. Kíváncsi vagyok, hogy hogy áll neki a kor. Pokor. Először nézzük meg egy fiatalítót, lássuk, hogyha fiatalabb lenne, akkor... Hoppá! Igen, vannak változások, és tényleg egyébként azt mondom rá, hogy leszedett egy pár évet róla. Látod, kevesebb a szakáll, eltűntek a... hát nem ráncok, hanem így alapvetően a bőrnek a... kisimult a bőre, mondjuk így. Nagyon ilyen
tudod, tipikusan a hollywoodi filmekből az a srác, aki amikor elmegy a család nyaralásra, ott egy másik család és az a család gyereke felszedi ennek a családnak a lányát. Vagy ilyen esetben a fiát. De nem is olyan rossz, hallod? Ilyen Arnold. De szerintem egyébként jól áll. Jól áll. Ha lehet tartani, Oliver tudja tartani a kondit, akkor tényleg jól fog kinézni. Idősen nem lesz Tom Hanks. Imádom Tom Hanks munkásságát és magát az embert is, de azért mondom inkább a George Clooney-t. Jobban preferálom. Lehet rárakni még továbbá. Sok még nem változott, csak... Aha, tehát felismeri az applikáció, hogy van már szakálla, és csak sötétíti. Hogyan veresd meg magad című fejezetünk következik a közeljövőben. Farkas Timi művésznő van itt mellettem, mint látjátok. Hát őt is nagyon sokan írtátok, úgyhogy azt mondtam, hogy egy életem, egy halálom, egy hétig bezárkózom a házba, és megnézzük, hogy fog kinézni 80 évesen. Timit látom már, hogy csukja le fel a laptopot, és nem érdekli, és hív fel, hogy hogy tehetted ezt? Nézzük meg, hogy először is hogy néznek ki egy olyan haja, hogyha bejönne így a haja a szeméig. De és ezt mondom, ezért akartam videót csinálni erre az applikációról, mert nézd meg, hogy milyen pontosan oda rakta. És egyébként nem áll rosszul szerintem. Timi, ott van, csináltasd meg ilyenre a hajadat. Mert szerintem tök jó. Lehet rakni neki szemüveget. Odafigyeljetek. Szemüveg. Hoppá! Ott van. Titkárnős. Ott van. De elérkeztünk a pillanathoz. Nézzük meg, hogy Timi hogy néz ki 80 évesen. 3, 2, 1. Bám! Itt már semmi nem állít meg. Bezárkózok a házba. Nem... Egyébként nem rossz, én azt kell, hogy mondjam. Tehát, kélek, tessék, átment egy kicsit ilyen kis kínaiba, nem? Következő alanyunk nem más, mint Kresszer. Hát Csongi, nézzük meg, hogy hogy fogsz kinézni 80 évesen. Ezt is rád rakok egy hajat. Tudom, hogy te ezt kérnéd tőlem, hogy Bence, felhívd a Bence, rakjál rá olyan hajat, hogy jöjjön be a szememig. Tessék, ott van. Bám. Igen, tölti. Justin Bieber 2012. Nem rossz, mert így tudnád tudod dobálni. Belen a kicsit a szemedbe, és akkor tudnád dobálni, az a jó. Jó, nem csinálunk hülyét belőled, viszont a szakára kíváncsi lennék, hogy Csonginak hogy állna. Szemüveget azt láttuk, mert ugye van szemüvege. Szaká, lássuk. Ó! Hallod? Tehát azért megvan a Tony Starkos vonás, de azért az biztos, hogy férfiasabb. Mármint, hogy jól áll, tehát azért mondom, hogy férfiasabb. Én elgondolkodnék rajta, Csongi, mit szólsz? Kis szakál, és ez kis az. Csak lehet, hogy neked is az van, mint nekem, hogy néhol tök jól nő, máshol meg ilyen foltokba, pamacsokba. Kresszel 80 évesen, hölgyeim és uraim. Hallod, te ugyanúgy fogsz kinézni kb. Mint most, csak ráncosabb leszel és ősz lesz a hajad. De miért van az, hogy másoknál ez normális, öreg ember, idős ember. Hát azért már 80, tehát ilyen 60-50 évet dobra az arcod, de szóval öreg ember. És más jól néz ki. Tehát rendesen úgy néz ki, mint egy öreg férfi. De én Tom Hanks vagyok, érted? Elengedtem magam, 50 éve kínos az ideg, de alapvetően Csonginak jól áll. Rárakunk egy izét, lássuk. Fiatalítót. Egy más ember van a kijelzőn. Az ki? Hát ez Carlos a spanyol sorozatból a medence takarító. Ez konkrétan más ember, hihetetlen. Következő alanyunk Viszkok Fruzsi, csak azon gondolkodom, hogy rajta van kalap, ugye? És hogyha berakok egy hajat például, azt meg tudja oldani úgy, hogy... Meg! Nem hiszed el? Wow! Milyen pontos ez az applikáció? Ez szerintem 2009 óta csinálják, és azóta mennek a tesztek, és most jutottak el 19-re oda, hogy akkor kiadják, mert olyan pontos. Hihetetlen. Fiatalító, először lássuk. Nem változott kb. Semmi igazából. Olyan, mint a retusával lenne az arca. De itt a másik. Itt se változott, nem, semmi. Na de, itt az idősítő, vagy öregítő. Hopp!
Aha. Aha. Hát figyelj, a kezét beráncosította. Az mi? Azt a mindenit. Hát írjátok meg a kommentben, hogy mit gondoltok. Szerintem egyébként a Fruzsira is olyan dobott, hogy ő is egy teljesen normális, egyébként still szép idős hölgy lett. Megvan a Tom Hanks. Jó, egyébként itt nem kell össze izé, csak őszinte vélemény mondok, tehát itt mi... Már látom a kommenteket, hogy írjátok, hogy mit udvarolsz itt a Farkas Tibinek, mi a Viszkó Fruzsinak. Kedves vagyok, én nem vagyok akkora tapló, mint tűnik a videókból. Elérkeztünk a legutolsó videósunkhoz, aki mindannyiunk példaképe. Tehát a youtubereknek ő a példaképe. Az útmutató, a mester, és innen már tudjátok, hogy kiről is van szó, Zoli bácsi! Hölgyeim és uraim, nagy tapsot kérünk neki! Nem csak Zoli bácsi miatt potyognak lassan a könnyeim, hanem elérzékenyültem a zöld kapcsoló és a szinte lapos monitor láttán. Szerintem nézzük meg, hogy hogyan néz ki fiatalabban, ugye már Zoli bácsi semmi sértés nélkül, azért már nem 20 éves. Szakál először is, szakál. Hát nem tudom, írjátok le, hogy mit gondoltok róla, de egyébként szerintem semmi extra. Fiatalabb Zoli bácsit mutatom meg nektek. Gyerekek. Ez el tudnátok képzelni, hogy még annó kezdte volna el? És így. Azt a mindenit. Az kemény, a haja is megváltozott, tesó. Több haja lett Zoli bácsinak. Lejött a kis toka, eltűntek a ráncok. Hallod, más a szemüveg. Nézd meg a szemüveg keret alatt. Látod? És akkor nézzük meg, hogy Zoli bácsi hogy néz neki. Hát szerintem több mint 100 évesen, mert ugye olyan 60 éve dob rá az applikáció. Bam, itt is van. Jól tartja magát egyébként, tehát nem tudok rá mit mondani. Haja ugyanannyi maradt, applikáció szerint nem fog fogyni a haja, nem fog elhulni. És hát ráncok igazából. Én ezt egyébként, és szerintem, ha egyetértetek, írjátok le a komment részlegben most, reálisnak tartom, hogy körülbelül így fog kinézni Zoli bácsi, és reméljük, hogy megéri ezt a csodaszép kort, és azt is reméljük, hogy még akkor is egyébként lesz jubileumi 40 éve kezdtem, újra kisütjük a sajtos rántott pájzsit. Ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek, hogyha így van, nyomjatok rá egy lájkot, csatlakozzatok hozzánk, iratkozzatok fel a csatornámra, kövessetek be engem Instagramon, hamarosan 300 ezeren vagyunk Instagramon, hát YouTube-on is azért eléggé zakatolunk, mert ott meg 500 000-an hamarosan. A 300 ezeret még a héten elérni az nagyon király lenne, 2000 kell, nem, 1300 kell. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, találkozunk a következőben, én Dezső Bence voltam, sziasztok!